Az lett, hogy valóban a Ferének annyira jó szeme volt a Grünwaldskynak, nem tudod elolvasni. De, minden, teljesen. Várjál, mert most mondom, kis Celluxot adjatok már, visszaragasztom. Teljesen. Figyelj, ez még simán olvasható, lehet, hogy na, köszönöm szépen, aranyos vagy. Igen, hát, megmentetted a helyzetet. Nagyon jó. Hát kérlek szépen, akkor nem tudok neked megeszette. Hát mondani. Na mutasd. Ezzel. Rendkívül meghatározó volt, gondolom, mind a kettőnk számára ez is, hogy itt a Miki bácsival való találkozás, de a Szent Ivánéba és a gangster filmbe is valakik helyett kerültünk be. A Szent Ivánének hosszabb volt a próba folyamata, és nem tudták folytatni. Mm-hmm. Ti meg akkor relatíve rájöttetek. A gangster filmben túl drágák voltak, akiket akartak. Igen? Tényleg szerintem, igen. Hát, mennyi szerencse kell ehhez a pályához, csak arra akartam utalni. De mondjuk a Jancsónál, akinek ugye 4 filmjében is játszottatok, hanem 4-4-ben legalább. Akkor nem nézted meg mindet, ebből kiderült, köszönjük 5-be? Szépen. Hát sokat láttam. Mennyi? 7. 4, na itt soha, 7-be. De ott azért már gondolom, ilyen szempontok nem voltatok. Tehát ott éreztétek azt, hogy nem besurrantatok ebbe a produkcióba, hanem végül is hát egy világhíres emberrel motyorogtok együtt, hát mondjuk azonos szintű alkotótársként, ugye? Mert azt tudom, hogy rengeteg improvizatív részt ti ötöltetek ki, tettetek be a dologba. Na mondjál, mit akarsz mondani? Azt akarom ezzel. De már látom a fejeden, hogy tökéletesen nem érdekel, amit én mondok. Már készíted elő, már készíted elő a saját poénodat, ami önmagában nem baj. Most a Miki bácsinak az első filmét, ha azt akarom mondani, hogy örököltük, akkor képzeld el, hogy ez úgy volt, hogy ő írt Szentpéterről egy forgatókönyvet, amit eredetileg Vittorio Gassmannal és Marcello Mastroianni-val szeretett volna eljátszatni. Először a Mastroianni-val ő meghalt, a Vittorio Gassmann két fantasztikus olasz színész a 60-as, 70-es évekből. Hát istenek. Istenek valóban, és a Miki bácsi, mivel élt Olaszországban, ismerte őket, igen. És a Gassmann pedig nagyon beteg volt, mert én láttam fotót, ahogy a producer és a Miki bácsi a Gassmannal és az ügynökével egy római kávézó teraszán beszélgetnek a lámpásról. Tehát, ha úgy tetszik, akkor ezt a két szerepet Marcello Mastroiannitól és Vittorio Gassmanntól örököltük. Melyik filmben volt az az emlékezetes dolog, amikor egy darúra titeket fölraktak a szabadságszoborra szembe? Nem tudom, szúnyogok vagy... Az. Ugye az? Anyád. Azt még láttam a Puskin moziban volt, ami Puskin most is nem tudjuk. Na, anyád, a szúnyogok és szobor van, igen, egész közelről mutatva, fent vagyunk Péterrel. Tehát a Gellért-hegyi szabadságszobor. Úgy volt, hogy az egyik darus kosárban volt a Péter meg én, és vitatkoztuk, a másik darus kosárban pedig az operatőr és a kameraman, és tudom, volt egy 3 perc, 1 perc, nem tudom mennyi jelenet, felvettük 3-szor, így, úgy, innen, onnan, és akkor mondták, hogy ennyi. A Feri elindult, a Grünwaldsky Feri, a daruval mentek lefelé, vártunk. Mondták, hogy egy kis gond van a darúval, maradjatok nyugodtan. Na most ebben az a durva, hogyha megnézik, hogy ez nem annyi, mert a darú az mondjuk 30 méter. De onnan még lefelé még 150 a Dunáig. Tehát érzetben azt élted át, hogy gyakorlatilag a világ tetején vagy, és ott álltunk a darúba. És hogy volt? De a lényeg, hogy megjavult a darú, ami látszik abból, hogy itt vagyunk. De volt rá az, hogy esetleg
nem teljesen. Esztétikai élményt tekintve mit jelentett számotokra ezzel a műalkotással való hát közvetlen találkozás? Vagy erre abszolút nem volt érkezésetek? Képzeld el, hogy ez már többedik olyan helyszín volt, mert Miki bácsi nagyon szerette ezeket az extra helyszíneket, tehát megforgattuk a Lánchíd tetejét, akkor a Rózsadombon van az a mai napig ilyen kiégett, ez a kicsit ilyen kísértett házszerű szocálló, vagy nem tudom igen, mi. Igen, a hotel ifjúság. Igen. És az elképesztő, hogy néz ki, és ott is forgattunk, tehát minden igen, ilyen igen, magaslati, igen, vagy igen, például igen. A Hősök terén a bronz szobora, ahol a római kocsi van, tudjátok. Igen. Tehát ott is ott ugrabugrátunk, stb. Tehát ezek a magaslati helyek, de itt ez, hogy a szobor feje, hogy az közelről hogy néz ki, nem tudom, hogy az előbb nem mutatta egy picit, az valami eszméletlen. Ugyanis azt nem látni lentről, hogy az egy ilyen... Hogy egy néz ki? Játszd el! Hát nem. Megelőztelek, köszönjük. Na. Kérem szépen. Nem kellett volna szünetet tartani, tudtam. Ott van, ott van. Ezt nézzétek meg. Na kire, hát ez elég. Ugye, hogy... Most hajogjál. Kezed fel, aki azt mondja, hogy inkább a Zoli, mint én. Buktál, öreg, nézd a kockás inges. Nem, te vagy. Yes! Én buktam. Nem, jó. De szerintem inkább rám hasonlít. Egyértelműen. A mesterrel jártatok Amerikában is, ami nem volt egyszerű, mert hol X-et nem engedték be, hol Y-t, hol magát a rendezőt, ez mit mondhatunk erről? Hát Kanadán keresztül mentünk a Niagarán. Ez melyik film? Ez az utolsó vacsora az arab szürkénél. És ezzel miért kellett ezért elmenni a Niagarához? Hát Jancsó. Mert van alsó szőlősön vagy abátszalókon is egy Niagara, de az másképp néz ki. Zoli ebben a filmben egy varázslót játszik, aki gyakorlatilag így csinál, és Amerikában vagyunk, és így csinál, és az Üllői úton vagyunk a Bárka Színháznál. Ez ott van felvéve, ez volt akkor az anyaszínházunk. Utána megint így csinál, megint Niagara, és ő egy ilyen varázsló. És kimentünk, és ezt a Niagarát ott akartuk megforgatni, de azt nem lehetett elmondani a határon, hogy mi tulajdonképpen ide forgatni megyünk, mert nem volt engedély. Tudod, ez a jó magyar, ezért, hogy az nagyon sokba került volna egy rendes amerikai forgatás. Úgyhogy azt mondtuk, hogy mi valamilyen kórházba megyünk dokumentumfilmet csinálni. Na pont úgy néztünk. Azért mondtuk, mert a magyar barátoknál voltunk elszállásolva, és azok közül volt két orvos. Igen. És akkor kitaláltuk. Mondtuk, hogy a Buffalo-i kórházról csinálunk dokumentumfilmet. De közben érted, ekkora filmkamera, ekkora profi Kodak Vision filmek, stb. Hozzátéve, hogy akkor éppen kellett vízum Kanadába, vagy nem, mert ez állandóan változik. Kanadába akkor nem kellett, akkor de nem az USA-ba kellett. De pont ezért a Kanada nagyon szigorú volt, az Európából bejöttekkel. És minket, gyakorlatilag ötünket, azt így betereltek volna. Mi volt a magyarázat? Semmi. X. Ott áll egy ember. Egyébként az Amerika az olyan, hogy csinálnak szemszkennert, az ujjaddal lenyomatott minden. Tehát igen. Ő, és ott egy vántisztnek joga van ahhoz, hogy azt mondja, hogy nem vagy szimpatikus, hazamész. Nem, ez nagyon kemény volt, és az volt, képzeld, hogy én vagyok, aki egy icipicit beszélek angolul. Mindenki enyhén spicces volt, hiszen egy nem beszél angolul. A Miki bácsi nem volt itt bent, őt nem hozták ja, be. Igen. Őt nem. Itt gyakorlatilag a producer, az első asszisztens és a Miki bácsi, ők zöld utat kaptak. És maradtunk a Zolival ketten, a kameraman, az operatőr, és mit tudom, öten bekerültünk itt, és én tolmácsoltam, mert magyar tolmácsot pont nem tudtak szerezni. Nagyon durva. De aztán jött egy. Aztán hoztak valaki. 56-os diszidens gyereke, lánya, aki úgy tudott magyarul, mint te, norvégul. Tehát onnan könnyebb ott volt. Ott már egyszerűsödött a helyzet. Valami büdös volt nekik, és tulajdonképpen igazuk volt. Jól éreztem. Ja, mert a státuszotok tulajdonképpen teljes mértékben tisztázatlan volt. Teljes mértékben. Hogy? És ráadásul 6 nap múlva, 5-4 nap múlva volt egy visszajegyünk. És mondták, mi az Isten csinálnak ezek, érted, Európából 4 napra, Amerikába, tudod? Igen, hogy ez... Hát ez nem gyakori. Nem egyszerű. Jelenleg ki vagytok tiltva, megnéztétek? Rajta vagytok az Egyesült Államok tiltó listáján? Zoli rajta van. Most Zoli, én azért igen. Mondom meg, mert ő szerény. Erre nem válaszol. Nem.
Innentől az Oli tolmácsot kér. Innentől tolmácsot kér, így van, igen, igen. Jó van, hát nagyon szépen köszönöm. Mi van a nézőművészeti főiskolával? Az megy még, játsszuk. Az a ti főcsapásotok. Ez, ami van egy nézőművészeti KFT-nk, az Olival, igen. Katona Laci barátunkkal, Kovács Krisztánnal, négyen vagyunk színészek, egy mini társulat. Igen. Gyulai Eszter a dramaturgunk, és ez a mi mini független társulatunk, és a nézőművészeti főiskola előadásunkat a Centrál Színházban 250-nél többször játszottuk, igen, és még mindig, igen, megy. Azt láttad? Alá, hogy ne? Na, az nagyon isteni. Tetszett, csak elfelejtettem. Nagyon, na, tényleg, nagyon tetszett, jó? Ne, hogy megy még? Na, és ti is nagyon tetszettetek, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Igen, köszönjük szépen. Igen, igen, pillanat még. Papa szeretne valamit mondani. Én megragadnám az alkalmat, hogy ebben a kis társulat pályázik éves költségvetésre, és ez rendkívül szűkös, úgyhogy megragadnám az alkalmat, hogy az itt ülők közül, egy vagy pici, aki nézi, kis bárkinek van félretett 100 000, 500 000, 30 millió, 200 millió, azt a nézőművészeti non-profit Kft. Szívesen fogadja. Köszönjük szépen! Isteni, most jól volt veletek! Hát ők kéne kabarét csinálni! Köszönjük szépen! Zoli is megpróbálja! Ne, de nem ugyanabban! Próbálj Zoli, meg! Zoli, kap egy frisset! Ne, azért ne, gyerekek! Azért ne! Na jó, van, benne vagyunk a műsorban! Érdekesség, hogy... rendkívül meghatározó volt, gondolom, mind a kettőnk számára ez is, hogy itt a Miki bácsival való találkozás, de a Szent Ivánéba és a Gangster filmbe is valakik helyett kerültünk be. A Szent Ivánénak hosszabb volt a próba folyamata, és nem tudták folytatni. Mm-hmm. Ti meg akkor relatíve rájöttetek. A Gangster filmben túl drágák voltak, akiket akartak. Igen? Tényleg szerintem, igen. Hát, mennyi szerencse kell ehhez a pályához, mert csak arra akartam utalni. De mondjuk Nagyon jó. Hát kérlek szépen. Akkor nem tudok neked átmondani. Megeszedted, na mutasd, mutasd. Ezzel. Tudod, kibe szóltam. Tudod, kibe szóltam, de azért megtalállak. Én azért tudom a címedet, azért. Én te, ne gyere frankon, azért a környezetembe. Na. Várjál! Most az lett, hogy valóban a Ferinek annyira jó szeme volt a Grünwaldskinak, nem tudod elolvasni. De, minden, teljesen. Várjál, mert most mondom, kis celluxot adjatok már, visszaragasztom. Teljesen. Figyelj, ez még simán olvasható, lehet, hogy na, köszönöm szépen, aranyos vagy. Igen, igen, hát, megmentetted a helyzetet. Nagyon jó. Jancsónál, akinek ugye négy filmjében is játszottatok, hanem négyben legalább. Akkor nem nézted meg mindet, ebből kiderült, köszönjük ötbe? Szépen. Hát sokat láttam. Mennyi? Hét. Hétbe. De ott azért már gondolom, ilyen szempontok nem voltatok. Tehát ott éreztétek azt, hogy nem besurrantatok ebbe a produkcióba, hanem végül is hát